Második alkalommal szervezett őszköszöntő almanapot a Szabolcs megyei kormányhivatal a Nagykálótész Kft. Telephelyén. A rendezvény egyik célja, hogy az agrárszakma szereplői és a döntéshozók kötetlenül találkozzanak, és közös javaslatot keressenek az almahelyzet megoldására. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szabolcsi alma az egy mekkora érték. A szabolcsi alma az egyébként minél több ember számára ajánlott a fogyasztásra. Tehát én azt gondolom, hogy a Magyarországon, hogyha több almát fogyasztanának, akkor az nyilvánvalóan az itteni gondokat is tudná orvosolni. És hogyha a jelenlévő közül mindenkinek egy kicsit a hírvivője lesz, azt gondolom, hogy akkor már nagyon sokat tudtunk tenni ezért az ügyért. Nagy István agrárminiszter a rendezvényen kiemelte, a vidékfejlesztési operatív programban 50 milliárd forint értékű pályázati összeg nyílik meg októberben és novemberben. Ebből mintegy 40 milliárd forintot lehet fordítani élelmiszeripari fejlesztésekre, akár az alma ágazatot érintő beruházásokra, hűtőházak vagy almatárolók építésére is. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy az almatermesztés problémáinak megoldására közös javaslatot kell találniuk az érintetteknek. A gondunk ott van, hogy ahányan vagyunk, annyiféle megoldási javaslattal is akarunk élni. És igazából az lenne a jó megoldás, hogyha ezeket a megoldási javaslatokat ki lehetne kristályosítani, meg lehetne egyezni, és azt a javaslatot letenni a kormány asztalára, hogy szakmai szempontból mi az a megoldás, amellyel hosszú távon élni kell. A nehéz csak az, hogy azt a döntést, amit ma hozunk, annak a helyessége kb. 10 év múlva fog megnyilvánulni. Hiszen mire megnő az az almafa, mire fölépül egy üzem, mire működni kezd. Tehát úgy kell hozni döntéseket a mában, hogy 10 év múlva kezd realizálódni, és fogalmunk nincsen, hogy a következő 10 vagy még 20 év múlva majd, akkor annak milyen hatása is lesz. Ebben a szezonban eddig a léalma alacsony ára volt a probléma, most pedig az 50 forintos étkezési alma ára jelenti az aktuális kihívást a gazdák számára. Szabolcs megyében általában november 1-ig tart a betakarítás, addig nem jön olyan fagy, ami kárt okozhat a gyümölcsöknek. Most jelenleg viszont csak 50%-os a betakarítás mértéke, pedig már augusztus közepétől folyamatos a munka. Vannak olyan termelők, akik úgy takarítják be az almát idén, hogy a fát ki is vágják, közölte a megyei agrárkamara elnöke, ami azért is nagy probléma, mert hosszú évekbe telik pótolni ezeket a fákat. Megoldás lehetne ilyen, mint ahol most vagyunk egy ilyen helyszínen, a megyében több ilyen csomagolóüzem, és a piac kutatás. Hiába lesz ilyen csomagolóüzem, és talán most is az a kulcsa az egésznek, hogy Magyarországon nem forrott ki az a, akinek az lenne a feladata, nem is tudnám megnevezni, hogy kinek a feladata Magyarországon, hogy értékesítse az almát. A másik nagy problémának látom, hogy nem tudunk szövetkezni, és nem tudjuk egységesen az áruinkat felkínálni. Mindenki a maga kis problémáival próbál megküzdeni. Még talán nem vagyunk elég érettek ahhoz, hogy azt lássuk, hogy egységesen jobb lenne ez a piaci értékesítés. De remélem, hogy ez az év sok emberben felébreszti azt a hajlandóságot, hogy kénytelen az ő egyéni boldogulása, nem jöhet létre egy közösség boldogulása nélkül. A szeptember közepén megjelent előrejelzések szerint Magyarországon idén a 10 éves átlagnál mintegy 25%-kal magasabb. 730 ezer tonna almatermés várható, ennek 25-30%-a étkezési, 70-75%-a ipari alma. A hazai almatermés 65%-át Szabolcs megyében szedik le a fákról, mintegy 15 ezer hektáron termelik a gyümölcsöt a megyei gazdák. Mintegy 7 ezer vállalkozó foglalkozik almával, ha az idény munkásokkal együtt nézzük a számot, akkor pedig a 25 ezer főt is elérheti.